A tavaszi fagyok és a hűvös hónapok után a természet utolérte önmagát, és a kiskerti növények szépen fejlődnek Nagykanizsán és környékén. Az ártkertekben szintén jól alakulnak a zöldségek és gyümölcsök, és helyenként az igazi ritkaságok is. A megszokott kiskerti növények mellett egy csodálatos lugas ékesíti Horváth-Lajos birodalmát a Bagolai hegyen. A 16 éve ültetett kivé jelenleg roskadozik a sok gyümölcstől, de majd csak októberben szedi le a gazda, még a fagyok előtt. Érdekes egy növény, már tavasszal is tönkreteszi a fagy, meg ilyenkor is tönkreteszi a fagy. Szóval, szóval akkor, mikor, mikor később. Tehát nem lehet azt megvárni, hogy itt, itt érjen. Le van szedve, és akkor az olyan, hogy ládában az, az tesók között el van osztva mindenkinek, és akkor az, az, az ládába beérik, akkor hogyan érik, akkor ugyanúgy fogyasszuk. Horváth Lajos szerint a gondozása titka minden szépen termő zöldségnek és gyümölcsnek. A kivi például az zivataros időszak előtt minden nap kapott egy vödör vizet. Látni, hogy a növény meg is hálálta a gondoskodást. További érdekességek vannak a gazdálkodó veteményes kertjében. A magról nevelt paradicsomok szépek, egészségesek, vegyszermentesek, az ágak szintén roskadoznak. Egy olasz fajta, nem tudom mi a neve, mert, mert mit tudom én, valami a Aztán van a, 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 a Sultán, akkor van a manó, ami, ami, ami nagy kádváncem már kicsi. Hát ezek még meg, meg akkorák, hogy már a végén meginyesni kell. A hát tavaly is akkorák voltak, hogy halál komoly. Széket ki kihoznom, pedig nem vagyok pici gyerek, 187 centi vagyok. De nem tudtam levárni ma a karót, már, már olyan hatalmas volt, hogy fölörülkölött székről vártam le karót hozzá. A 700 négyzetméteres területen gyönyörűen búrjánzik most is a zöldbab, fejlődik a cékla és virágzik az uborka, a fákon pedig csüngenek a gyümölcsök. Horváth Lajos gazdaságáról és történetéről bővebben lesz szó a Mi Portánk című magazinműsorunk jövő heti adásában.